Az implantációs fogkótlásoknak megvan a maga jó meghatározott javalata. Alapvetően minden típusú fogkótlásnak van implantációs alternatívája. Csak ebben a vonatkozásban beszélhetünk bizonyos előnyökről vagy hátrányokról. Az egyik lehetséges, a pácienseknek nagy hányadának vélt legfontosabb előny, hogy nem kivehető a pótlás. Gyakorlatilag 18 éven felül minden korosztálynak ajánlott az implantációs fogkótlás. Minden típusú fogkótlás készülhet hagyományos eljárással, de implantáció segítségével is. Nagyon sok implantátumrendszer van forgalomban Magyarországon. Anyagát tekintve gyakorlatilag ugyanaz, a fogkótlások megoldási lehetősége változik. Egyszerűbb vagy bonyolultabb esetekre alkalmas egy implantációs rendszer. Az implantációs fogkótlásoknak a gondozása rendkívül fontos. Minden esetben fontos a szájhigiéne és annak fontos betartása, de az implantációs fogkótlások esetében sokszorosan igaz ez. A fogorvos felkeresése mindenképpen fél évenként ajánlott. Az implantátum és az implantációs fogkótlás körül az íny tisztítása rendkívül lényeges. Itt ugyanis, hogyha nincs maradéktalanul eltávolítva minden lepedék, tehát ételmaradék, ez ebből kialakuló dentális plakk, akkor itt gyulladás alakulhat ki. És a gyulladás pedig ezt a zárást megszünteti, ami lágy részt biztosít az implantátum nyaka körül. Az implantátum nyaka körül levő hámtapadás, illetve a lágy részek által biztosított zárás, a bakteriális lepedék nem megfelelő tisztítása miatt gyulladás alakul ki, és ez a zárás megszűnik. Innentől kezdve a csont és az implantátum körüli terület szabaddá válik a bakteriális invázió számára.